A gyerekek, egy kamerával beszélni annyira nehéz. Ez a próbáljátok ki, katasztrófa, nagyon rossz. Nem akar valaki bejönni, aki ide áll így a kamera mögé, és akkor én neki elmondom, és... Hát sziasztok, hype, A mai adásban egy ilyen különleges pici dologra, kis anomáliára szeretném felhívni a figyelmet. Már megint valakit anyázni kell, azt mondom, hogy anyádat Facebook! Olyan dolog történt, képzeljetek el, egyik nap egyszer csak teszem a lábam az egyiket a másik után, és munka munkaügyben itt éppen nyomkodom a Facebookot. Amúgy inkább csak a kocsión szoktam azt meg telefonon, ugye? Egyszer csak a következő képernyő fogad. Puff neki! Hát nem ki vagyok lépve, úgy tűnik. Hát semmi gond, akkor ö, elépek újra. Biztos valami. Fél, lehet, hogy én nyomtam félre. Nem, nem, nem nyomtam félre, de miért? Na mindegy. Nézzük. Let's check your device for malicious software. Ö, jó, oké, okay, de hát fut egy nagyon jó kis ö, vírusírtó, meg tűzfal, meg minden ló a gépem. Amúgy sem vagyok az az össze-vissza linkekre kattogtatós fajta. Na mindegy, oké, okay, Clean this Device, mit akarsz javasolni? Itt elkezd nekem opciókat felsorolni, egy darab gomb, egy kontinú gombot találsz a lap alján. megnyomod, Kaspersky, És addig nem tudod a Facebookot használni amíg le nem töltöd ezt a szoftvert, és nem futtatod, nyilván én még nem töltöttem le, és nem is fogom, arra azért még gyönyörű szépen felhívja a figyelmedet, hogy a Facebookot úgy tudod tovább használni, hogyha egy másik device, másik készüléket használsz, vagy lepucolod a Kaspersky lab által kifejlesztett scannerrel a gépedet. Ez fontos kiemelni, hogy ide az van írva, hogy dis device, tehát hogy szerintük ez a készülék van megfertőzve, értem, akkor viszont próbáljuk már meg, hogy van itt egy ilyen fake userem, és ugyanebben a böngészőben megpróbálok meg belépni, hát az megmegy. Na, erre várjál először is gombot. Oké, okay, rendben van, tehát ezek szerint az, az én useremmel van a szerintük a probléma, és nem magával a készülékkel. Ez már itt egy ilyen kis hazugságon, kis füllentésen kaptuk a Facebookot, ami mondjuk hát nem egy meglepő dolog. Nézzük akkor egy másik böngészőt. Az előző böngésző az egy Firefox volt, ami egyébként fejlesztek tudom, a Chrome-ra át kell szokni, nem kell átszokni, teljesen jó az is, én azt már nagyon megszoktam, teljesen megbízható rajtam az összes cuccom beágyazva, írtam rá én is egy pár plugin amire így szükségem van, meg tök jó hogy úgyhogy lusta vagyok átszokni bármi másra. Azt mondja, viszont megpróbálok akkor Chrome-ban belépni, hopp, az működik. Akkor most hogy az a device dolog, hogy akkor a device nem is annyira van probléma? Pici nyomozást még végezzünk. Van egy olyan lehetőség, és az, az összes fejlett böngésző rendelkezésre áll valamilyen plugin formájában, hogy te, mint user, azt tudod hazudni, hogy te egy másik böngésző, esetleg egy teljesen más operációs rendszer vagy. Próbáljunk ki egy ilyet. Azt mondja, hogy Macintosból választok mondjuk egy Chrome. Nem, legyen akkor Firefox, hogy legyünk konzisztensek. Tehát Mekes böngésző. Firefox 49. Facebook. És az éles luzeremmel megpróbálunk belépni. Mi történik? Ugyanezt történik, azzal a különbséggel, hogy itt van egy kipipálható rész, hogy én igenis futtattam valamilyen antivírus szoftvert a mekintosomon és szeretném használni a Facebookot. Rábökünk, és láss csodát, már is bent vagyok, és működik. Szeretném azt hinni, hogy ez valamiféle vicc, de nagyon úgy tűnik, hogy a, a Facebook megpróbál egy valamilyen krepver letöltésére rávenni. Ü Valószínűleg jó pénzért, nem véletlenül választották ezt. És képzeljétek el, hogy egy kicsit utána jártam, még, hogy másoknak mi a tapasztalta, és aki letöltötte és futtatta, volt olyan, akinek a, a Note 32-ét véglegesen működésképtelné tette ez a szoftverecske. Esetet pedig újraindítással lehetett csak rendbe hozni. Szóval én részemről azt mondanám, hogy anyátokat! Most az lesz érdekes, hogy megpróbálok kilépni és újra. visszaállítani a user agent -et. User agent tetet. Ups, pillanat, kapcsolok egy pornó módot, Facebook.com Képzeljétek el, megjavítottam itt. Tényleg az kell, hogy föltegyél egy user agent fékert, és akkor azzal kell bejelentkezned, mint mekintos. ott kipipálni, hogy kipucoltam a gépemet, és utána már működik. Miért? És rácok, ennek se, semmi szükség, hát a Facebooknak a piaci kapitalizáció, ez kitart innentől odáig, hova akartok már terjeszkedni ilyen hülyeséggel, perske, perske, írjatok véleményt szerintetek, és marhára igazam van, és ő, menjenek a p***ba. Ha tetszett a videó, legközelebb is bosszankodj velem, hogyha ilyen hülyességeket csinálnak. Óriás cégek. Minek? Minek? Tudom, hogy ez egy free dolog, de egyébként a Facebook betegre keresi magát. Így is ugyanígy bosszankodtam akkor, amikor az összes YouTube-os videót elkezdték nagyon durván hátrasorolni, így látszik, hogy egy normál bejegyzésemet a Facebookon lájkolgatják like X-en, hogyha viszont egy YouTube videót osztok meg, azt nyilván ketten. Úgyhogy te nem tudod megmondani a Facebooknak, hogy te mit akarsz megosztani, mert simán hátrasorolja, nem látja senki. Aztán most annyira bosszus vagyok, hogy most már lassan el is kell, hogy búcsúzzak, mert pipa leszek, pipa vagyok, pipa, 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 pipa.